Rendkívüli testületi ülést tartottak Bátaszéken. A legfőbb napirendi pont a megemelkedett energiaárak miatt kialakult többletköltségek kezelését érintette. Ez több az önkormányzathoz tartozó intézményt és gazdasági társaságot is érint, mondja Bozsalik Róbert polgármester. Bátkom Kft. Tekintetében úgy döntött a képviselőtestület, hogy biztosítja források átcsoportosításával azt a mintegy 17 millió forintos többletköltséget, ami ebből adódik. Ez elsősorban a tanúszoda működtetését érintette, sportcsarnoknak a működtetését érintette, hiszen ezek a legnagyobb energiafelhasználó intézmények, de hát a Kft. Működésén belül azért más szolgáltatásokhoz kapcsolódóan is voltak sajnos áremelések, amelyekhez forrás kellett biztosítani. Döntés született arról is, hogy az energiaköltségek csökkentésének érdekében változtatnak többek között a sportlétesítmények nyitvatartásán, illetve az ezekhez tartozó díjak 30-40%-kal emelkedtek. Így változik a tanúszodának a nyitvatartása, sajnos nem tudjuk hosszított nyitvatartásban működtetni a létesítményt, kimondottan csak azt lehet mondani, hogy kora délutáni órákig, 17 óráig lesz nyitva a sportlétesítmény, illetve szombati napon 8 és 12 óra között, vasárnap már sajnos a szolgáltatást nem fogják tudni igénybe venni az úszoda tekintetében. Változik a sportcsarnok nyitvatartása is, itt 19 órakor bezárja kapuit maga a sportlétesítmény, addig lehet igénybe venni ennek a létesítménynek a szolgáltatásait. A tervek szerint a következő testületi ülésen a városvezetés azt fogja megvizsgálni, hogyan tudják tehermentesíteni a Petőfi Sándor művelődési ház épületét.